Flashmobbal indult a Mindenkinek becsengettek záró ünnepsége. A programban résztvevő nyíregyházi iskolák diákjai megmutatták, mekkora szívvel és szívesen fogadták a Down-szindrómás és sajátos nevelési igényű gyerekeket iskoláikban. Idén tavasszal 10 héten át 6 nyíregyházi intézményben tanulhattak együtt a gyerekek. A program átfogó célja az, hogy minél több óvodás és iskoláskorú gyerek ismerje meg a fogyatékkal élőket, és fogadják be a köznevelésbe az eltérő fejlődésű gyerekeket is. Nyíltelekre járunk óvodába, és akkor meg a Csodavárba járunk fejlesztésekre, és ott szóltak nekünk, hogy van ez a lehetőség, és akkor éltünk vele, hogy be most készülünk szeptembertől iskolába, és ez nagyon jó előrelépés nekünk, hogy megtanulja, megtapasztalja a gyerek, hogy milyen egy iskolai élet. Fontos, hogy az oktatási intézményekben az inkluzív nevelés egyre inkább teret nyerhessen itthon is, hangzott el a rendezvényen. A hazai oktatási rendszernek nyitottnak kell lennie a befogadásra. Az Egyesület szeretné elérni, hogy a nemzeti alaptantervbe is bekerülhessen az inkluzív nevelés. Az inkluzív szemléletben én érzek egy nagy megtorpanást így az elmúlt években, hiszen az oktatás átszervezésénél valószínűleg nem ez volt most a fókuszban, valószínűleg inkább a gazdasági és egyéb szervezési oldalakat vették elő. Térbe. Most szeretnénk, hogyha a nemzeti alaptantervben az inkluzív szemléletű pedagógiai módszerek elérhetőek lennék. Ezügyben egyeztetünk a különböző tárcákkal, elsősorban itt az oktatási tárcával, hogy a NAD-ba ez bekerüljön. Én azt gondolom, hogy ez adhatna új lendületet. Amit mi tudunk itt csinálni, az az, hogy kedvet csinálunk a résztvevő pedagógusoknak, gyerekeknek, szülőknek arra, hogy kipróbálják ezt az együttnevelési történetet. A Mindenkinek becsengettek program az elmúlt 8 évben több mint 200 fogyatékkal élő gyereket integrált a többségi iskolákba, óvodákba, és mintaprojektként segíti a határon túli oktatási intézményeket is. A program Romániában és Szlovákiában is meghonosodott.